Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Király János urat, aki Dunakeszi Alsóról érkezett. Ugye ott egy külön polgárőr szervezet alakult a tavalyi évben. Azt tudjuk, hogy Dunakeszin már régóta működik egy ilyen egyesület, egy ilyen szervezet. Mi tette szükséges, hogy Dunakeszi Alsó létrehozzanak egy külön egységet? Az egyik önkormányzati képviselőnk, a Benkő Tamás úrral, amikor őt megválasztották, akkor leültünk beszélgetni kicsit a közbiztonságról, és úgy döntöttünk, hogy miután Dunakesz elég nagy, egyre több a lakos, ezért úgy gondoltuk, hogy ne teljes Dunakeszin legyen egy-egy csoport, hanem megpróbáltunk ilyen kis csoportokat, kis sejteket létrehozni, mert nekünk az ott a tapasztalat, hogy ezek az emberek sokkal jobban szeretnek jönni a saját területükön ellenőrizni, mint mondjuk idézőjelben idegen területre átmenni. Ezért aztán 2014-ben megalakítottuk az egyesületünket, 15-ben lett meg minden papírunk, ami onnantól kezdve már teljesen szabályosan tudtunk működni, úgyhogy azóta dolgozunk nem csak Dunakeszi Alsón, utána a területünk ugye teljes Dunakeszire vonatkozik, úgyhogy járunk Dunakeszire is, de főleg Dunakeszi Alsón voltunk eddig. Ugye nem véletlen ez a beszélgetés, hogy éppen most történik, hiszen hamarosan taktoborzásra kerül majd sor. Ez azt jelenti nyilván, hogy nincsenek elegen. Jelen pillanatban ez az alsói szervezet hány főből áll? Ez jelen pillanatban 22 levizsgázott és igazolványra rendelkező polgárőrünk van. További 20-22 embernek a vizsgára való felkészítése és majd az ő igazolványnak az igénylése van folyamatban. Azért gondoltuk, hogy Dunakeszin is meg kéne csinálni a taktoborzást, mert ugye nagyon sokan vagyunk Dunakeszi Alsón, idézőjelben sokan, ezért szeretnénk bővíteni a taglétszámot, dunakeszisekkel is. Onnan sokkal egyszerűbb lesz majd a különböző, akár dunakeszi fesztet, akár mondjuk egy búcsúba a megoldani a járőrözést, illetve a felügyeletet. Így már említette akkor a munkaterületnek egy bizonyos részét. Ezen kívül mi mindennel foglalkoznak a polgárőrök? Tehát mi a napi tevékenységnek a lényege? Igazából ugye megszervezzük a szolgálatokat, igyekszünk mindig előre tervezni egy hónappal, hogy lássuk azt, hogy tudjuk ezeket megoldani. Nagyjából előre tudjuk a különböző rendezvényeket, ezeket is igyekszünk szépen beütemezni, és amikor érkeznek, ugye látjuk a beütemezett feladatokat, akkor a járőrökkel való kapcsolatfelvétel, eligazítás, és akkor ők ennek időben formaruhában megjelennek, igazolvánnyal ellátva, és járják a területet. Ez gyalogosan, kerékpárral, autóval, éppen kinek mikor milyen kedve van. Még így is, hogy bejött a hűvösebb idő, még így is gyalogosan is közlekednek a srácok, úgyhogy csinálják így is. Minden nap mennek egyébként? Nem minden nap megyünk, általában egy héten 3-4 alkalommal tudunk kimenni. Ugye miután ezt társadalmi munkában csináljuk, úgymond figyelembe kell venni az a srácoknak azt, hogy dolgoznak, családokat látnak el, tehát itt azért ezt is nagyon be kell úgy osztani, hogy mindenki szabad idejében ezt meg tudja oldani. Mi az önök fő szakterülete? Ugye tudjuk azt, hogy területet próbálják biztosítani, vagy próbálnak furcsa dolgokat esetleg, hogyha észlelnek, leadni gondom jelzést a rendőrség felé, de mi az a speciális dolog, aminek mondjuk csak a polgárőrök alkalmasak? Hát igazából így, hogy mi az a speciális, ugye ez elég ritkán fordul nálunk elő, igazából mi a járőrözési tevékenységet látjuk el, valamint ugye ha balesetnél esetleg hívnak minket a rendőrkollégák, akkor megyünk, forgalmat irányítunk, forgalmat terelünk, természetesen rendőri felügyelet mellett önállóan csináljuk így, tehát így közösen a rendőrséggel. Igazából amely jelzés szokott lenni, ha valami olyan furcsa dolgot látunk, ami nem odavaló a településre, akkor mindenképpen először rendőrhatóságokat tájékoztatjuk, és az ők utasításuknak megfelelően járunk mi el. Ugye nem olyan hosszú az egyéves történet, ami önök mögött áll, de talán már vannak olyan érdekesebb esetek, vagy olyan alkalmak, amit érdemes így kiemelni, vagy megemlíteni, hogy volt-e már valami sikertörténet az önök munkájában? Hát küzdés van, tehát harc van folyamatosan. Itt azért megemlíteném, hogy nálunk, mi egyre közel vagyunk Budapesthez, sajnos a 15. kerületből hát átjárnak a lányok hozzánk, a kuncsaftokkal, ezzel ugye hozhatják a bűnözést is, főleg éjszakai órákban jelennek ők meg, de hát volt, hogy valamikor este 7 órakor is találkoztunk velük, vagy akár 9:30-kor, most volt pont egy olyan esetünk előtt, amikor a rendőrhatóságokat kellett értesíteni, és tulajdonképpen perceken belül a helyszínre értek, és igazoltatással elvonták az ott lévő személyeket.
Önöknek egyébként milyen jogosultságuk van? Hát fegyverviselés, gondolom, az nincsen. Nincsen. Mi igazából semmilyen fegyvert nem hordunk magunknak, még önvédelmi sztunk sincsen. Nem viselünk, nem hordunk. Pontosan azért, hogy nehogy az legyen, ha valakivel olyannal találkozunk, akkor ne fogjon el ez egy olyan, akár egy verekedési, amivel aztán később probléma lehet bárki felé. Ugye arról már beszéltünk, hogy milyen a kapcsolatok a rendőrséggel, de milyen a kapcsolat a lakossággal, ezt annak tükrében kérdezem, hogy éppen a napokban, talán egy-két nappal ezelőtt hallottam a híradásokban, hogy nagyon kiemelten foglalkoznak most az úgynevezett szomszéd akcióval, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt pontosan megfogalmazni. Tehát az, hogy a szomszédok figyeljenek egymásra, mert így azért az értékeknek a megőrzése az egy kicsit jobban biztosított. Önöknek van ilyen kapcsolatuk a lakossággal? De fel tudják hívni a figyelmet erre? Igen, igen, van. Ugye ez a szomszédok egymásért mozgalom, igen. Az a szemmozgalom. Ez így pontos, köszönöm. Igen, igen, van nálunk alsó nagyon jó kapcsolat az alsó lakosokkal. Igyekszünk őket minden dologról tájékoztatni, főleg amikor napközben délutánonként kint vagyunk, akivel találkozunk, felhívjuk a figyelmüket az esetleges bűncselekményeknek az elkövetésére, hogy hogyan mehetnek be ezek a trükkös lopásokra, hogy oldják meg ezeket, és ők, hát én úgy látom, hogy igyekeznek megfogadni ezeket a tanácsokat. Így az elmúlt egy évben, hogyha visszatekint, akkor vannak-e különösen fertőző területei Dunakeszinek, vagy összességében el lehet mondani, hogy nagyjából minden ugyanolyan nagyságrendben fordul elő, akár a bűnesetek száma, akár pedig mondjuk az ilyen gyanús dolgok? Hát van az igazság, hogy nagy Dunakeszi, hogy hatalmas rálátásunk nincsen. Én úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy Dunakeszi alsón sikerült ezt a nagyon erős bűnözéshez, ezt a betörési hullámot leszorítani egy kicsit. Mi anno azért is léptünk be a polgárőrségbe, mert nagyon elszaporodtak nálunk ezek a besugranásos lopások. Én úgy hallom a visszajelzésekből, hogy egyre kevesebb ez a szám, tehát nyilván ezt a rendőrség statisztikájával jobban lehetne alátámasztani. De szerintem igen, tehát más. Uh-huh. Ugye akkor hamarosan itt van ez a toborzás. Mit tud a mondani a hasonlókorú fiataloknak, mint amilyen én is? Miért jó, hogyha valaki elmegy és beállap a szolgálatba és polgárőrként segít? Igazán igen, tehát jön ez a taktoborzás, hát mondjam, hogy ez november 26-án lesz, este 18 órakor József Attali művelési házban. Igazából azért is szeretnénk ezt a toborzást megcsinálni, mert úgy gondoljuk, hogy akinek van kedve tenni a közbiztonságért, azért, hogy emberekkel lehet kicsit foglalkozni, tehát azért. Én azt gondolom, hogy nagyon jó esélyezés az, amikor egy elesettebb embernek tudunk segíteni, és ezt megköszönjük, hogy ott voltunk és segítettünk neki. Az, hogy megismeri magát a területet, megismeri Dunakeszit, mi megismerjük jobban ugyanazt a területet, sokkal jobban átlátjuk ezeket a problémákat, amik ott lehetnek. Hát én nagyon sikeres lesz ebben a munkájában, és a taktoborzás is fog majd újabb társakat hozni önöknek. Köszönöm szépen, hogy megtettétek. Én köszönöm szépen.